pajzsmirigy sebészeti konferencia, hazánkban még nem végzett endoszkópos pajzsmirigy műtéti bemutatót láthattak az érdeklődők. Segítség az életmentésben, 4 új defibrillátort vásárolt a Református Egyház, ezekkel együtt már 50 ilyen készülék található a megyeszékhelyen. Forradalmi sebészeti megoldást mutattak be a József András Oktatókórházban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A pajzsmirigy sebészet aktuális kérdései címmel rendezett kétnapos konferencián a résztvevők videó kivetítéssel követhettek figyelemmel bemutató műtéteket. Egy Ausztriából érkezett szakember olyan endoszkópos pajzsmirigy műtétet végzett, amely még nem volt hazánkban. A tudományos ülés előadásokkal és tesztírással zárult. A József András Oktatókórház sebészeti osztályán évtizedek óta nagy hagyománya van az endokrinológiai sebészetnek. Így az 5000 dolgozót, 3000 ágyat és évi 3 millió járó beteget számláló megyei kórház fejlesztésével együtt a sebészeti osztály is nagy változásokon ment át. Az utóbbi években a pajzsmirigy műtétek tekintetében jelentős fejlődést tapasztaltak a szakemberek. A legfontosabb változás az endokrinológiai sebészet területén, amiről el kell mondjam, hogy a Nyíregyházi Kórházban évtizedek óta nagy hagyománya van ennek a típusú műtétnek, évente több mint 200-250 pajzsmirigy műtétet végzünk. Az utóbbi éveknek, mint ahogy általában a sebészetben, így az endokrinológiai sebészetben a laparoszkópos beavatkozások voltak a legnagyobb mérföldkövek, úgyhogy most ezen a rendezvényen hazánkban először láthatnak a résztvevők egy olyan speciális műtétet, amely Magyarországon még soha nem volt bemutatva, egy endoszkóposan elvégzett pajzsmirigy műtét, amit egy Ausztriába jött sebész kollega fog elvégezni. A pajzsmirigy műtéteket hagyományosan nyaki metszéssel szokták elvégezni, azonban az új eljárás attól forradalmi, hogy a beteg nyakán nem marad látható heg. Ilyen műtétet hazánkban még nem végeztek. Azt gondolom, hogy egy intézmény életében, amennyiben egy ilyen rangos eseményt idehoznak, az itt folyó szakmai munkának a elismerése. Sebészeti osztályunk egy nagyon országosan is nagyon jó hírű, jól felszerelt, mind humán erőben, mind műszerezettségben, és mind innovációban. Ugye a pajzsmirigy sebészet az egy forrongó terület, nagyon sok pajzsmirigy beteg van, és ezeknek a műtéteknek a megoldási módjai azok nagyon komoly sebészeti felkészülést igényelnek. Itt az intézményünkben mind, ahogy említettem, humán erő és mind műszerezettség szempontjából készen vagyunk erre. A kórház számára elismerés, hogy az új endoszkópos pajzsmirigy műtéti eljárást egy Ausztriából érkezett szakember mutatta meg, amelyet folyamatos élő közvetítéssel figyelhettek a dolgozók. A konferencia második napján szombaton elméleti előadásokat hallhattak, a tudományos rendezvény pedig tesztírással zárult. 4 új defibrillátor szerzett be pályázat útján a Református Egyház, amelyeket Nyíregyházán a belvárosi egyházközségükben, valamint 3 idős ellátó intézményükben helyeztek el. Az életmentő készülékekkel a Református Egyház a társadalmi szerepvállalását is erősíteni kívánja. A mostani 4 defibrillátorral már 50-re emelkedett a megyeszékei iskoláiban, vállalataiban, közigazgatási intézményeiben és orvosi rendelőiben található életmentő készülékek száma. Nyomja rá erősen a csupasz mellkasra, ahogy az ábra mutatja. Hangos utasításokkal segíti a laikusokat is ez a defibrillátor abban, hogy szakszerűen megkezdhessék az életmentést. Évente mintegy 70 ezeren halnak meg hirtelen szívmegállásban Magyarországon. A harmaduk nem a kórházban, hanem otthon vagy nyilvános helyeken. Az életmentésben nagy segítséget nyújthatnak a különböző intézményeknél vagy vállalatoknál nyilvánosan elhelyezett defibrillátorok. Nyíregyházán a Református Egyház most 4 ilyen készüléket vásárolt. Nagyon nagy jelentőségűek az ilyen típusú készülékek, hiszen az első 10 perc nagyon fontos a sürgősségi ellátás szempontjából, hogyha bekövetkezik egy hirtelen szívhalál, akkor a szakma azt mondja, hogy minden perc körülbelül 10%-kal csökkenti a túlélésnek az esélyét az ellátás megkezdésének a tekintetében. Tehát tudjuk azt, hogy a mentőszolgálat kiérkezéséhez szükség van valamennyi időre, és hogyha ilyen eszközök kellő számban állnak a rendelkezésre, akkor a mentők kiérkezése előtt el lehet kezdeni a sürgősségi ellátást. Ez nagyban tudja fokozni a túlélésnek az esélyét. Tábla jelzi Nyíregyházán a Kálvin téren, hogy a Református Egyházközség hivatalában defibrillátor található. Csak vasárnaponként közel 600-an fordulnak meg a mellette álló templomban, hétköznaponként pedig a környéken több ezren. Vészhelyzetben ezért fontos, hogy itt elérhető egy ilyen készülék. Ezzel a Református Egyház társadalmi szerepvállalását is növelni szeretné.
Nyilvánvalóan az életmentő beavatkozás az, ami ezeknek az eszközöknek a segítségével megtörténik, és úgy gondolom, hogy az egyház nem csak a lelki üzenetet kell, hogy képviselje, hanem a fizikai jelenlétével is segíthet. Rengeteg karitatív tevékenysége van nem csak a református egyháznak, hanem a többi felekezetnek is, és ebben a most megvalósuló pályázati keretben úgy gondoltuk, hogy nagy szerepe van a defibrillátor közzétételének, hiszen egyházközségünkben nagyon sok ember fordul meg, nem csak a állandó szervezett időpontokra kiírt alkalmakon, hanem a hétköznapokban is, ügyintézések, érdeklődések kapcsán, és úgy gondoljuk, hogy a gyülekezetnek a város központban való elhelyezkedése miatt nagy szolgálata lehet ebben a tekintetben. A Kálvin téri hivatal mellett 3 református idősellátó intézményben helyezték el a többi defibrillátort. A mostani 4 életmentő készülékkel 50-re emelkedett a Nyíregyházán nyilvánosan elhelyezett defibrillátorok száma. Az MSZP álláspontja szerint a Fidesz megalázta a rokkantnyugdíjasokat. A párt megyei alelnöke úgy véli, nem csak a pénzbeli károkozás miatt felháborító az a lépés, ahogy visszaestek a rokkantnyugdíjak, hanem egyenesen az emberség ellen elkövetett cselekvés. Halmi József kiemelte, az MSZP, ha szükséges, jogi segítséget is biztosít az érintetteknek, hiszen országosan több mint 180 ezer család érintett az ügyben. Több millió forint veszteséget okozott családoknak is, nagyon sok tragédiát okozott, nagyon sok ember lett öngyilkos, egyik napra a másikra a jövedelme nullára leesett, vagy a eddigi jövedelmének nagyon sok százalékára, embereket, családokat tett tökre ez az intézkedést, amire kimondta az Alkotmánybíróság, hogy jogellenes, és felszólította az országgyűlés, hogy ezt tegye helyre. Mi meg felszólítjuk a kormányt, hogy kérjen bocsánatot a rokkantnyugdíjasoktól, és hogy minél hamarabb kárpótolja a rokkantnyugdíjasokat, és ne csak a rokkantnyugdíjasokat, ha már nem él az adott rokkantnyugdíjas, akit a kormány sújtott, annak az örökösét is. Bölcs Jaroszláv kijevi rusz fejedelmet és családját bemutató kiállítás nyílt Nyíregyházán a megyei levéltárban. A tálaton az érdeklődők megismerhetik többek között Első András magyar király feleségének, Jaroszláv lányának, Anasztáziának a történetét is. A kiállítás megnyitója mellett a Kárpátaljai Állami Levéltár is bemutatkozott a történeti délelőttön. A határon túli intézmény vezetői többek között a családfakutatás és a hadigondozottak dokumentumaiba való betekintés lehetőségeiről is szóltak. Első András magyar királynak és feleségének, Anasztáziának állít emléket ez a szobor Tihanyban. A magyar uralkodó és a kijevi hercegnő házassága az 1031 és 1046 közötti időszakra tehető, amikor András testvéreivel István király elől menekülve Bölcs Jaroszláv udvarában lehet menedékre. Később András apósa a kijevi rusz fejedelem segítségével foglalt el a magyar trónt. A magyar uralkodópár szobrát ábrázoló fotó a Bölcs Jaroszláv a diplomácia dinasztikus házasságokon keresztül című kiállítás része a tárlat a megyei levéltárban nyílt Nyíregyházán. Korábban a 1000 éves történelemben a Bölcs Jaroszláv is a diplomáciai úton összekapcsolat tartotta az összes európai országokkal, különben a Bizánc birodalommal, a Norvégia, a Francia, a Lengyelország és köztük a Magyarország. Az első András király felesége volt az Anasztázia, aki a Bölcs Jaroszlávnak a lánya. És én ezzel szeretnék mutatni azt, hogy a szomszédországok között nagyon nagy kapcsolat volt és lesz is. A Bereg vármegye 1836-os kiváltságleveléről készített kiadványt tavaly mutatták be a megyei levéltárban. Az eredeti példányt a Kárpátaljai Állami Levéltárban őrzik. A két levéltár között szoros a kapcsolat, a mostani kiállítást követően a Kárpátaljai intézmény is bemutatkozott, többek között szó esett a hajdani hadigondozottak dokumentumainak kutatásáról is. Elsősorban a hadifoglyok és a Málenkédobotra elhúzoltak kutatásában tudnak ők segíteni, illetve náluk vannak azok a községi dokumentumok, amelyek a hadisegélyezéseket tartalmazzák, és igazolják a hadilétet, vagy a hadirokkantságot, vagy a hadifogoly voltát azoknak, akiket most keresnek.
A Bölcsér-osztály Kia vírus fejedelmet és családját bemutató kiállítás korábban Budapesten, Miskolcon és Tokajban is látható volt. A tárlat Nyíregyházán 2 hónapig tekinthető meg. Jó ütemben halad a Szalag és a Semmelweis utca felújítása. Az időjárás függvényében folyik az aszfaltozás a szakaszon. A jelenlegi munkafázisban mindkét utcában az aknák szintbehelyezése zajlik, ami jelentős forgalomkorlátozással és útszűkülettel jár. A Törzs utcáról már tilos a Semmelweis utcára behajtani napok óta. Egyirányú lett az útszakasz, itt csak a Család utca felől lehet behajtani. Fontos, hogy az útmunkálatok mentén kiemelten körültekintően közlekedjenek az autósok, ne pedig megszokásból az új táblákat figyelmen kívül hagyva vezessenek. Hagyományteremtő célra a nyílt fotókiállítás Butykán a művelődési házban. Bakos Zoltán nyíregyházi fotográfus mutatta be néhány természetfotóját, amelyet a közönség január 5-ig láthat. A művelődési ház célja, hogy minél több helybéli művész mutathassa be alkotásait, minél szélesebb témakörben. Ez a nyíregyházi fotográfus 20 éve foglalkozik hobbi szinten a fotózással. 2010-ben azonban úgy gondolta, a hobbit egy magasabb szintre emeli, és hivatalosan is kitanulja a szakmát. Elvégezte a fotográfusi OK és tanfolyamot, így már magabiztosan és profi szinten készít portrékat és esküvői képeket egyaránt. Most azonban a kedvenc természetfotóit mutatta be egy kiállítás keretein belül Butykán, a művelődési házban. A természet az nekem mindig egy örök szerelem volt, és mai napig gép az általában ott van a kocsiba, és hogyha látok olyat, akkor megállok, lefotózom, illetve természetesen tudatosan is megyek természetfotókat készíteni. Hát az esküvői, illetve portré az majd egy későbbi terv egyébként, hogy lesz olyan kiállítás, és ez egy kicsit nagyobb volumenű, de mármint, hogy több képpel fogok készülni rá, de azt mondom nekem még a természet, és itt adott is volt a téma, hogy bemutatni magát a... Egy picit majd látjátok, hogy tehát a városi közeg, illetve a természet is, hogy együtt tud még működni. A kiállítást hagyományteremtő céllal rendezték meg. A művelődési ház vezetőinek célja, hogy minél több művészeti ágazatot tudjanak bemutatni, és minél több helyi művészt, alkotót ismerhessenek meg a lakók. Ennek első mérföldköve Bakos Zoltán fotókiállítása, amelyet január 5-ig láthatnak az érdeklődők. Az év férfi sportolója teniszező Fucsovics Márton, az év női sportolója röplabdázó Tóth Fruzsina, az év para sportolója a vívó Tarjány István, az év utánpótlás sportolója pedig a kosárlabdázó Mokászki Máté lett Nyíregyházán. Az év testnevelője díjat Szekér Lászlóné vehette át, Hadobás István kézilabda edző pedig életmű díjat kapott a hagyományos sportkálán, amelyen a nemzetközi, illetve hazai versenyeken, valamint a diákolimpiákon legjobban szereplő sportolók és edzőik vehettek át. Az a munka, amit közösen kezdtünk 7 évvel ezelőtt, az hozza most már az eredményeit. Ezt Nyíregyháza polgármestere mondta a Városi Sportgála díjátadó ünnepségén. Kovács Ferenc kiemelte, 2011-ben fogadtak el egy sportkoncepciót, ennek mentén egyre sikeresebb munka zajlik a városban. A megyeszékhely polgármestere elmondta, a város folyamatosan biztosítja és bővíti a sporthaláshoz szükséges infrastruktúrális hátteret, mind a versenysportok, mind a szabadidő, mind pedig az intézményi sportolás területén. Kovács Ferenc hangsúlyozta, a sportolók kiváló eredményei a város megítélését és nívóját is magasabb szintre emelték. Mert ezek az eredmények a városunk Nyíregyháza jó hírnevét is viszik, és én tapasztalom most már 8. éve, már 9., hogy ezen a területen is Nyíregyháza brendje, jó hírneve sokat javult. Most már valóban Nyíregyházát egy sportos városnak kezelik, ismerik, egy olyan városnak, egy olyan önkormányzatnak, aki erre figyelmet fordít, és az eredményeket is tudja elérni. És hát egy olyan városnak is, ahol rengeteg sportoló van, ahol a sport már mindennapok részévé vált. Az év férfi sportolójává Fucsovics Mártont választották. A nyíregyházi teniszezőnek idén remek szezonja volt.
Az Australian Open-en 1983 óta először jutott személyében magyar férfi teniszező Grand Slam tornán a legjobb 16 közé. A Genfi ATP 500-as győzelmével pedig ő lett az első magyar egyéni győztes az ATP Tour 1990-es létrehozása óta, és az első magyar Grand Prix győztes Taróczi Balázs 1982-es Silverstone-i győzelme óta. Fucsovics a világranglistán is sorra döntötte a karriercsúcsokat, jelenleg a 36. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Óriási megtiszteltetés, nagyon örülök, hogy végre Nyíregyháza város sportolója lehettem. 26 évesen azért jó érzés. Nyíregyháza mindig is nagyon közel állt a szívemhez, ugye itt nőttem fel, a szüleim mai napig itt élnek, úgyhogy mindig nagyon jó érzés hazajönni. Az év női sportolója a röplabdázó Tóth Fruzsina lett. Az év parasportolója pedig a kerekesszékes vívó Taljányi István. Az év utánpótlás sportolójává a Blue Sharks kosárlabda csapatjátékosát Mokánszki Mátét választották, az év testnevelője díjat pedig a Vasvári Pál gimnázium testnevelője Szekér Lászlóné érdemelte ki. Munkásságának elismeréseként Hadobás István, a Kölcsey Ferenc gimnázium testnevelője és a Kölcsey Díjese kézilabda csapat edzője vehetett át díjat. Én azt gondolom, hogy mindenki számára a legnagyobb elismerés, ha a saját hazájába elismerik. Nyilván nekem Nyíregyháza az otthonom, úgyhogy azt gondolom, hogy ennél nagyobb elismerés nem is érhetne, mert kaptam már országos elismeréseket is, de számomra ez mindig fontosabb, ha közvetlen környezetem ismeri el a munkámat. Az év sportolója díjakon kívül számos más kategóriában is osztottak ki elismeréseket, így díjazták többek között a kiemelkedő nemzetközi eredményeket elért sportolókat és edzőiket, a csapat sportágak legjobbjait, a városi diák és szabadidős sportrendezvényeken legaktívabb iskolákat és a városi sportéletet kiemelten támogató cégeket, de a jó tanuló, jó sportoló díjakat is átadták. Vereséget szenvedett a MAFC otthonában a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1 B-piros csoportjának rangadóján 82-73-ra kaptak ki a fővárosban. Siska János együttese legközelebb pénteken Miskolcon a HEP Kupa negyedik fordulójában lép pályára. A hazai csapat kezdte jobban a meccset, az első negyedet 28-12-re nyerték a fővárosiak. A második 10 percben éledezni kezdtek a cápák, 9 pontot ledolgoztak hátrányukból a nyíregyháziak, sőt a harmadik negyed végére utól is érték a MAFC-ot Búsék. A mérkőzés egészen a hajráig nyílt volt, az utolsó percek viszont a hazaiaknak sikerültek jobban, így a Blue Sharks 9 pontos vereséggel távozott a gabányi csarnokból. Kicsit fegyelmezettebbek meg kellett volna lennünk, illetve több ilyen mérkőzést kellene játszani. A mérkőzés első negyede nagyon nagy MAFC fölénnyel indult, de ilyen előfordul egy mérkőzésen. A hazai csapat nagy lelkesedéssel, nagy lendülettel kezdett, és ráadásul be is estek azok a dobások, amik elég kockázatosak. Ez kétélű fegyver, hogyha ezek kimaradnak, akkor nagyon csúnya dolog tud történni a hazai csapat szempontjából. Viszont nekik beesett néhány dobás. Mi sajnos az első időszakban nem találtuk el a gyűrűt, és nem volt a legjobb dobóformánk. Ennek eredménye volt az, hogy az első negyedben elhúzott tőlünk a MAFC, viszont erősek voltunk, nagyon szépen visszajöttünk, és a második félidőben volt is olyan szakasza a mérkőzésnek, amikor átvettük a vezetést. A nyíregyháziak a héten nem játszanak bajnoki meccset, viszont pénteken Miskolcon HEP Kupa mérkőzésen lépnek pályára cápák. A MAFC nagyon jó csapat, ráadásul a hazai pályájuk egy picit furcsa számunkra, a talaj más, műanyag talaj van, ami nem ugyanúgy tapad, és nem ugyanolyan irányváltoztatások vannak a megszokott cipők által, úgyhogy kell egy picit nekünk erre a mérkőzésre speciálisabban is készülnünk. Mi tovább szeretnénk jutni, a HEP kupában nagyon jó ott lenni a Final Four-ban, és mi szeretnénk ebben az évben is ott lenni. Felkészülünk erre a találkozóra, megint lesz egy pici hátráltató tényező. A mai nap délután a srácok néhányan elutaznak Szegedre egyetemi mérkőzést játszani, ami ugye azért fárasztó egy picit, mert este van a mérkőzés, éjszaka jönnek vissza, kedden délután kapcsolódhatnak be igazából újra a csapatnak az edzés munkájába, de hát nincs mese, föl fogjuk venni ezt a küzdelmet is, és természetesen szeretnénk Miskolcon is győztesen távozni a pályáról. Visszatérve a bajnoksághoz, az NB1 B-piros csoportját a Veszprém vezeti 100%-os teljesítménnyel. A Nyíregyháza a Blue Sharks 6 győzelemmel és 3 vereséggel az 5. helyen várja a folytatást. Most pedig híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A József András Oktatókórház rangját emelte az a tudományos konferencia, amely során az érdeklődők különleges műtétszemtanúi lehettek.
Az endoszkópos pajzsmirigy műtétet egy Ausztriából érkezett szakember végezte, amelyet folyamatos élő videóközvetítéssel mutattak be a dolgozóknak. Ilyen műtét hazánkban még nem volt, különlegessége, hogy a hagyományos pajzsmirigy műtétekkel ellentétben nem marad látható heg a beteg nyakán. 4 új defibrillátort vásárolt a Református Egyház, melyekkel együtt már 50-re emelkedett a megyeszékhely iskoláiban, vállalataiban, közigazgatási intézményeiben és orvosi rendelőiben található életmentő készülékek száma. A gépeket a belvárosi egyházközségükben, valamint 3 idős ellátó intézményükben helyezték el. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták november 26-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap téliesre fordul időjárásunk. A csapadékos időt okozó ciklon keletebbre helyeződik, és hátoldalán egyre hidegebb léghullámok érkeznek térségünk fölé. Az éjjeli órákban is borult lesz az ég. Az esőt eleinte a hegyvidéki területeken, majd hajnaltól egyre többfelé havazás váltja föl. Az északi szelet többfelé élénk, néhol erős tökések kísérik. Reggel általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is borult marad az ég. Eleinte havas eső, majd egyre inkább havazás várható. Az északkeleti szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, így elsősorban a nap második felében, a Hernál és a Bodrog völgyében hófúvás is kialakulhat. Napközben sem melegszik a levegő. Délutára 0 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban végre a nap is kisüt, és szerdától nem várható további csapadék, de jelentősen lehűl az idő. A csípős éjszakákat fagyos nappalok követik, beköszönt a tél.